talán már mondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően ismét megrendezték az Újpest fotópályázatot, és mondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően ismét a városnapok elején osztották ki, hirdették ki a győzteseket három kategóriában. Vendégünk ezúttal két kategória győztese, Lackó György és Koi Zoltán, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusztok! Mindenkit, sziasztok! Ráadásul nem is először vagytok ebben a pozícióban, hiszen mindketten nyertetek már egy-egy kategóriában. Te mikor is? 11-ben nyertem a Neolight képemmel, szintén az életképek kategóriájában. Mm. Tehát talán már többször is? Hát tavaly biztos? Igen, tavaly előtt is. Tehát akkor újrázók vagytok. Igen. Beszéljünk egy kicsit a képeitekről. Neked a Hídon című képet nyert. Mi volt ez? Mi volt ez a kép? Melyik kategóriát nyerte meg? Hát az életképek kategóriát nyerte meg, és ez a kép úgy készült, hogy nagyon sokan mondták, hogy kevés embereket fotózom. És hát nagyon nehéz embereket fotózni, hogy olyan, hogy megsértődjenek, hogy nehogy szóvá tegyék, hogy engem miért fotózol. Meg ennek most már vannak jogi akadálya is, igen, nem? Igen, tehát igen, ez már egyre bonyolultabb ez. Itt sajtosként ez pontosan. Így van. És ezt próbáltam úgy csinálni, hogy ugye ne legyenek felismerhetőek, és egy kicsit olyan szilüettes árnyalata legyen a dolognak. De szóltak, hogy ne fotóz, kérlek, hogy volt ilyen? Messziről fotóztam őket, de tulajdonképpen ez úgy készült, hogy én már láttam hasonló képet a Hídról, és én a fejemben már megkomponálódott, hogy ezt hogyan kéne még jobban elkészíteni ezt a képet, tehát ez így készült. Te képed van egy titokzatosabb című. Ja, igen, a Farkas útja, hiszen ugye természet kategóriában nyertem. Ez még azért nagyon nehéz volt, mert Újpesten találni egy olyan természet közeget, ami olyan, igen, hogy tényleg természetes legyen, nagyon nehéz, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy azért mégis mik azok a területek, amik szóba jöhetnek, és így akkor jutott eszembe, hogy ott van az erdő, a Farkas erdő. Igen, hogy nekünk van egy ilyen helyünk, és végig gondoltam, hogy akkor ott lehetne esetleg valamit készíteni, és hát igazából ott készítettem egy képet, egy paddal, ahogy az út szépen megy el a távolba, és végül is ez lett a nyertes kép. De miért ezt a kategóriát választottad? Vagy miért? Megkivették a város épület, ja. Hogy is volt, ugye város volt tavaly, vagy épületek és közterek, igen, bocsánat, igen, tehát épületek és közterek. Igazából én ott érzem magam igazán kényelmesen, és végül is másik kettőbe is indulhattam volna, de valamiért most ez dobta a gép, hogy én erre álltam rá. De akkor ez, hogyha a másik kettőbe otthonosan érzed magad, az is jelenti, hogy ez akkor nagyobb kihívás, nem? Igen, egy nagyobb kihívás volt, meg igazából most eléggé sok dolgom volt ebben az évben, és nem tudtam annyira foglalkozni ezzel a... Megmondom össze, hogy a pályaművemet is az utolsó napon küldtem be este 11-kor, és addig készítettem el ezt a képet. Úgyhogy megnehezítették egyébként a feladatot, idén szerintem sokkal nehezebb volt ezzel a természet kategóriával, de hát hála Istennek meg tudtam oldani. Te hogy választod a témáidat? De ezt hogy választottad? Azt mondtad, hogy már volt ilyen elképzelésed. Igen, volt elképzelésem, még egy gondolat még, igen, amit itt mondtál, hogy nagyon nehéz volt ezt a természet kategóriában képeket készíteni, mert én inkább a Farkaserdőn meg a Patak környékén szoktam bóklászni. És ugye az volt a kikötés, hogy látszódjon, hogy az Újpest. Igen, ez nagyon nehéz, tehát ez még ilyen plusz nehézség volt, hogy úgy fotózom. Igen, tehát egy levélről nagyon nehéz megmondani, hogy most Újpest. Igen, tehát egy madarat, egy nővény, nekem is ez jutott az eszembe, hogy fogjuk úgy megoldani, hogy azért Újpest látszódjon. Mm-hmm. Te is küldtél be a kategóriában képet? Nem küldtem be, mert nekem nagyon sok van ott az erdőről, meg a Patak környékéről. Na, köszi akkor. Egyik sem látszik, hogy Újpesten készült, tehát ezért számomra ez most ez így kimaradt. Hogyha éppen nem ott bóklászol, akkor hogy keresed a témáidat? Találomszerűen. Tehát úgy indulok el otthonról, hogy mint a vadász, hogy majd lesz valahogy. Aha. És ugye jár a szemem, és akkor amit meglátok, amiben fantáziát látok, akkor ott leragadok. Ha jól emlékszem, akkor te tavaly azt mesélted, bár most mondtad, hogy elég sok dolgod volt idén, igen, és igen, kevesebb, igen, időd volt erre. De azt mesélted, hogy te egyre jobban ástad bele magad ebbe a fotózásba, és egyre inkább uralkodott el az életeden. Igen, igen. Tehát igen, akkor már te nem csak témákat vadászol, hanem mindig a vadász hasonlattal lövésre készen állsz, és jön a téma. Igen, de ebben az évben valahogy annak ellenére, hogy olyan elfoglalt voltam, nem fényképeztem annyit.
Inkább most egy kicsit úgy rápihentem a témákra, vártam inkább, hogy úgy valahogy úgy felszívjam magam, hogyha ott lesz, akkor már inkább hagyok időt neki, és nem megyek már el minden hétvégén és vadászok, hanem inkább egy kicsit másra koncentrálok, más területet helyezek előtérbe, és inkább kicsit átgondoltabban indulok el. Fotópályázatokon is indultam ugyanúgy, tehát azért megmaradt ez a... Ezt még szeretném elmondani egyébként, főleg, hogy így Újpest városnapok vannak, hogy én szeretném megköszönni így a város vezetésnek, hogy ez a pályázat van, mert pontosan abból kiindulván, hogy nagyon sok pályázaton szoktam indulni, nagyon sok rossz fotópályázat van, a kiírás, a díjazás néhol szerintem megalázó, vagy szinte nevetséges. Nagyon jó, hogy annak ellenére, hogy ez csak egy ilyen kerületi fotópályázat, hogy szerintem érdemes elindulni abszolút, mert a díjazás is nagyon jó, meg úgy az egész, tehát nem, nincs az amatőr lealacsonyító szaga, mint nagyon sok fotópályázatnak, úgyhogy innen üzenem a szervezőknek, hogy király. Szerinted is ez egy komoly verseny volt, egy komoly pályázat? Szerintem is nagyon komoly volt, mert ahogy elnéztem a képeket a kiállításon, nagyon minőségi volt, tehát színvonalas igen? volt. Jó, tehát volt, ezt őszintén tudjátok mondani, hogy jó képek voltak ezen a kiállításon. Abszolút érzékeltő egy színnövekedés a tavaly meg a tavaly előttihez képest. Én nemrég mentem be megnézni, mert én nem tudtam ott lenni a díjátadón. És anyukám ment el, és ő mondta, hogy hát sokkal jobbak lettek, és mondom, azt meg kell néznem. És tényleg azért ott így, szóval tényleg meg kell nézni őket, mert valamelyiknél nem is tudom, hogy készítette az illető, és sokkal látványosabban sikerült, minőségi anyag került ki a falakra. Szerintem tovább már beszélgettünk erről, de most akkor téged is behozlak ebbe a diskurzusba, hogy ugye egyre több olyan fotós van, aki úgy gondolja, hogy fotós, hiszen a fototechnika ugye könnyebbé vált a digitális korszakban, szinte mindenkinek van más, véletlenül még telefonnal is lehet, vagy nem véletlenül jó fotót csinálni. Mi különbözteti meg a jó amatőr fotóst attól, aki inkább kontár, hiszen azt vesszük, nem akarom ledegradálni ezt, de valószínűleg, ha kis érzékkel kattintok, exponálok százat, akkor lehet, hogy egy jó lesz, nem? Igen, igen. Szerintem fontos az, hogy a képnek legyen mondani valója, legyen benne egy kis plusz. Örömöt szerezzen, vagy esetleg valakit libabőrözzön, amit lát, és akkor ott ragadjon a kép előtt percekig. Tehát nagyon fontos, hogy legyen tényleg mondani valója a képnek. Hát ez az emóció, igen. De gondolom van egy, azért van egy szakmai része is, komponálás, ilyesmi, arányok, igen. Ilyenek. Ez is megosztik, mert én beszéltem sok fotóssal, és egy páron azt mondták, hogy tulajdonképpen nincsen szabály, de aztán mások meg erre rácáfoltak, hogy de igen, vannak szabályok, vannak komponálási szabályok, amiket be kell tartani. Hát nem tudom, ez a művésznek nem tudom. Igen, szóval tehát ez hozzáállás kérdése szerintem. Mert hogy látod? Tehát lehet nagyon úgy hozzáállni, meg lehet, hogy na, akkor most nézem, és akkor ezt még hozzá tudnám én így tenni kritikaként, de lehet úgy is hozzáállni, hogy így elengedi az ember, és csak így élvezi, ahogy van. Én annyit tennék még hozzá, hogy igen, a komponálás, illetve most már elengedhetetlen ugye az utómunka. Ami valljuk be, hogy sajnos, vagy nem sajnos, nagyon sokat tud hozzátenni, és el is venni. Én azt tanultam meg sok év alatt, hogy az ízlés nagyon fontos, hogy ha van egy kép, tudnom kell, hogy én arra milyen utómunkát szeretnék alkalmazni, amitől az jobbá válik. Nem mondom, hogy minden képnél mondjuk jól választok én személy szerint. Magam én így gondolom, lehet, hogy a nagy közönség előtt azért képek megbuknának, de az biztos, hogy én magamon érzek egy fejlődést, hogy mit, hogy kell fotózni az elején, és hogy kell megutóbb munkázni, és ezt szerintem sokakat meg kell tanulni. Nem sokat segít az, hogyha az ember tudja, hogy miért és mikor nyomja le a gombot, nem? Tehát a tudatosság felteszem, sokat segít ezen. Igen. Hát például az én Farkas erdei képemnél ott nincs egy ember se például. Tehát tudtam, egy olyan időpontban mentem ki, amikor mondjuk nem voltak már futók, meg kutyasétáltatók, vagy le kell ülni és várni kell. Tehát mindenféleképpen ki kell várni pillanatokat, perceket. Mi a legjobb képzés számotokra? A fotózás maga? Tehát a legjobb önképzés az maga a fotózás? Hát számomra most az lett, igen. Igen.
De gyakorlás. Igen, tehát, hogy gyakorlás, úgy fejlődsz, hogy minél többet. Ez úgy alakult, hogy éppen visszagondoltam, hogy 10 évvel ezelőtt kaptam egy kis kompaktgépet, azóta fotózom, és akkor talán 5 éve komolyabban. És erre rá kell érezni. Hát de mit jönnál lesz, hogy komolyabban, hogy egyre több időt fordítasz rá? Egyre több időt, és rengeteg képet meg kell nézni. Tehát a fotós közösség jól alakul, és föl kell tenni képeket, mások mit mondanak a képeimről, mit javasolnak, egymásnak véleményt mondunk, és akkor így lehet tanulni. Aha. De ezt rá kell érezni. Én beleszerelmesedtem ebbe az egészbe, úgyhogy ez jó volt a cikkben is, hogy szenvedélyük Újpest és a fotózás, nekem az szenvedélyem. Te kacérkodtál talán még a profizmussal is kicsit, nem? Hát még mindig szeretnék, tehát vagy megvan a kacérkodás, de hát még mindig nagyon nehéz. Tehát vannak előrelépések, de még mindig nagyon nehéz ebben a közegben úgy érvényesülni, hogy az ember akár profivá válhasson. Sok az eszkimó, kevés a fóka esetben? Hát igen, nagyon sok az eszkimó, rengeteg. Tele van a föld eszkimókkal, így a fotózásban egyre nehezebb érvényesülni, múlik az idő, egyre több ember ragad gépet, és egyre kevesebbek a lehetőségek, úgy érzem. Jó, azért ne adjátok föl, maradjon meg ez a szenvedély. Jövőre is indultok? Mi a terv? Én úgy tudom, hogy most van egy olyan szabály, hogy akik díjazottak lettek, vagy elsők, azok jövőre zsűritagok lesznek, azt hiszem, van egy ilyen. Tájékozatlan riporter, nem tudom, lehet? Nem, akkor lehet, hogy... Akkor jövőre viszont már zsűriként fog beszélgetni veletek. Igen, lehetek. Én úgy tudom, hogy... Egyébként ez egy jó ötlet amúgy, nem tudom, hogy ez igen, egyébként sok fotópályázatnál szokták ezt csinálni, most már itt is ezek szerint akkor így fognak hozzáállni, úgyhogy nem tudom, én úgy tudom, hogy akkor csak a magam nevében beszélek, én ezek szerint elkezdett, hogy jövőre zsűritag leszek. Hát majd kiderül. Ha zsűritagok lesztek, ha indultok, akkor is jó munkát és jó fotózást kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.